Az aranylakodalom alkalmából Szepessy Tibor polgármester emléklappal köszöntötte az ifjú párt. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívást, hogy jelen lehetek ezen a nyugdíj ünnepségen. És meg is lepődtem, hiszen nekem megvallom őszintén, életemben először adatik meg azt, hogy egy 50 éves házassági évfordulón jelen lehetek, ami családunkban eddig sajnos, hogy ez nem adatott meg, és külön megtiszteltetés az, hogy itt lehetek ezen a mai rendezvényen, és akkor felkértek, akkor azon gondolkoztam, hogy mit is mondhatok én, aki éppen, hogy elmondtam 50 éves egy olyan házas párnak, aki 50 éve ismeri egymást, és egy ilyen szép és sikeres család áll a hátunk mögött. Úgyhogy köszönöm szépen a meghívást, és engedjék meg, hogy Karcagváros önkormányzata nevében egy emléklapot adjak át a mai rendezvényel kapcsolatban, és kívánjak nagyon sok boldogságot még családjuk körében, nagyon jó egészséget, és hát remélem, hogy ahogy Esperes úr is fogalmazott, a család teljes egésze karcagon fog munkálkodni, és köszönjük szépen önöknek is azt a sok-sok szépet, jót, tevékenységet, hiszen valamikori kollégaként is köszönhetjük egymást, úgyhogy kívánok nagyon boldog éveket, sok-sok unokát, dédunokát, jó egészséget. A házaspárral együtt ünnepeltek a templomban gyermekeik, Lajos, Elvira és Judit, valamint a hat unokájuk, Lajos, Ákos, Gergő, Lola, Lara és Lili. A szeretet soha előbb múlik. Olyan jó látni őket. Sugárzik előbbről a szeretet. 3100 évvel ezelőtti történet ma megismétlődik. Együgyé vált életről, életsorsról lehet most Isten előtt vallani. De azért tudtam ezt a 3100 évvel ezelőtti történetet fölidézni önöknek a mai napon, mert fennmaradt. Hogy maradhatott fenn? Úgy, hogy az utódok annak a régi döntésnek, hogy két életsors összefonódott, annak az áldását megtapasztalták és tovább vitték. Tovább adták, nemzedékről nemzedékre. Jó pedagógusok voltak azok a régi emberek, most is van egy jó néhány jó pedagógus. Odaérték ugyanis az, hogy mennyi áldás van abból, hogy együré tartoznak és közös minden teher, jó és rossz. Odaérték olyan erővel, hogy azt akartam mindenki tovább érni. Én azt látom, hogy az önök családja is erős. Nem csak az önök házassága. Összetartó és együré tartozik. Ez is Isten ajándéka. Az önök Istentől kapott gyermekei, Lajos, Elvira és Judit, menjünk elégzéjük Szilveszter, aztán unokák, Lajos, Ákos, Gergő, Lola, Lara és Judit. Higgyék el, hogy ezt a meghatározó példát, amit önök 50 éve élnek, azt ha tudják, ha nem, már régen a szívükben is tudják, és ők is mit szeretnének. És ahogy a 3100 éves történet fennmaradt, úgy az önök története is fenn fog maradni. Mert a jó példa az nagyon aranyos. És mi a hosszú házasság titka? Karas Lajos és felesége Tóth Julianna szerint három szóban összefoglalható. Szerelem, szeretet és megbecsülés. Ha ez a három megvan, akkor az 50, de akár a 70 év együttélés is simán elmegy, vallják.